Az FC Ajka elnöksége, valamint a tulajdonosi kör képviselői az elmúlt időszakban intenzív tárgyalásokat folytattak, hogy Kiss Károly távozása után megtalálják a csapat új vezetőedzőjét. Megszületett a megállapodás, így a következő szezonban már Schindler Szabolcs irányítja az FC Ajka labdarúgóit. Az új vezetőedző tavaly a másodosztályú Dorog együttesét irányította. Kiss Károly korábbi pályaedzője, Jenei Gyula az FC Ajka alkalmazásában marad. Most a Dorog FC-től érkeztem, az MB2 felnőtt csapatnál voltam vezetőedző, de korábban dolgoztam Vasas Akadémián és a Ferencvárosnál is. Milyen eredményeket értél el az előző csapatoddal? Az előző csapatnál az volt a cél, hogy benn maradjon a Dorog. Nagyon kiélezett csata volt, úgy gondolom, hogy az utolsó hármas költségvetéssel sikerült azért a középmezőnybe végeznünk, ami szerintem mindenképpen egy nagy bravúr volt Dorogon. Mit gondolsz, miért rád esett a választás? Az elnök urat kellene megkérdezni erről. Gondolom bennem látta azt, hogy lesz esély, de nem is erről szeretnék, én inkább azt mondom, hogy a saját szemszögemből közelíteném meg. Egy az, hogy nagy megtiszteltetés, hogy én itt lehetek, hogy ennél a csapatnál lehetek edző. Tudom azt, hogy nagyok a célok, azért is vállaltam el. Nagyon fontos az, hogy csak a bajnoki cím az elfogadható. Nagyon nehéz év lesz, de remélem, hogy teljesíteni tudom. Tudom, hogy még csak pár napja vagy itt Ajkán, de hogy gondolod, hogy látod, milyen állapotban vannak a fiúk? Hát a csapatot még az igazság... Én se ismerem igazán, tehát most ez a héten úgy gondolom az ismerkedésről fog szólni. Amit viszont a létesítményhelyzetről, tehát meg az első tapasztalatok, tehát az infrastruktúra az úgy látom sokkal jobb, mint Dorogon. A rengeteg fiatal játékos van, ahogy láttam az előző két napon, hogy nagyon motiváltak a játékosok. Én azt látom rajtuk, hogy ők is szeretnék az MB2-t. Remélem, hogy az idejében teljesül, de azt azért el kell mondanom, hogy amit én korábban hallottam Kiss Károlyt, tudom, hogy nagyon-nagyon jó munkát végzett. Remélem, hogy tudom folytatni az ő munkásságát, és hát egy lapáttal még rá tudok tenni. Szándékozol új játékosokat leigazolni, vagy a meglévő csapattal szeretné dolgozni? Soha nem lehet azt mondani, hogy nem lesz változás. Vannak posztok, ahogy látom, ahol több játékos is bevethető, de van egy-két hiányposzt. Remélem ez egy hét alatt kiderül, hogy milyen poszton kell még erősíteni, vagy nem kell a meglévő kereten változtatni. Ez szerintem egy jó hét alatt kiderül, amikor megismerem igazán a csapatot. A nézők mikor és hol láthatják legközelebb az FC Ajkát focizni? Hát a vasárnap egyből egy négyes tornánk van, tehát a Dél-Balatonon, Nágocson azt hiszem, játszik a csapat, játszunk a Videóton 2-től a Kaposvárral, tehát egy olyan torna lesz, ahol ami nagyon jó az én számomra, hiszen minden játékos lehetőséget fog kapni, és hát az egy tükör lesz a játékosoknak, tehát meg tudom ismerni őket, mérkőzésen láthatom, hogy ki milyen teljesítményre képes, ez a legfontosabb. Én mindig azt nézem, hogy azok, akik jól teljesítenek, azok a pályán fognak lenni, akik kevésbé, azok kevesebb lehetőséget, tehát ez egy ismerkedés lesz a hétvégi torna, egy jó erőfelmérő a számomra is.